Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Rimworld folytatása. Frissen kezdődő smogunkkal, savas ködünkkel, mert miért ne? Már más a problémánk nem volt. Ez pedig nem igaz, de... Na, legyen így. Ezen már nem veszünk össze. Jó. Egyet ide. És mondjuk így. Alapvetően ennyi, hát a többi az meg sima tároló szér lesz. Nyilván lehetne sokkal többet kirakni, meg igazából nem kéne járhatónak lenni ennek. Meg ide be lehetne szuszakolni egy ilyen kicsit, ha akarunk. És nem is teljesen rossz ötlet az. Oké, vészleszállás, stb. Egyik se vonz, hogy őszinte legyek. Hát nem. Valami jobb fegyvert adna, az esetleg érdekelt volna, de... Jó, a Nerf Spike az nem rossz, de annyira nem kritikus, hogy görcsöljek rá. Hasznos, ha megvan, de ha nincs, hát na boom. Attól nem válik semmi, se így, se úgy. Gondosan úgy, hogy a koszba álljon. Az muszáj, mindig. Másképp nem lehet. Ó, már kezd terjedni itt a probléma. Tehát ez nem nagyon érdekel, majd valamikor egyszer tudjuk kezelni. De az még nagyon odév van. Mint minden ilyen cucc. Addig viszont hagyd legyen, hadd haladjon a maga tempójában. Ó! Tanulmányozzák a kockát, az még valahol hasznos. Az még valahol nyomokba hasznos. Jó, a Dália lelkesen építi azt, amit lehet. Van mit, falakat itt-ottam ott. Úgyhogy haladunk a szobákkal és egyebekkel, hogy végre beltérnek számítson. Ja, hogy akkor viszont tető kell rá. Jó. Azzal azért előrébb vagyunk, ha betetőzzük. Smith tovább kockázik, mert miért ne? Bármi más az túl egyszerű lenne. Ó, megint nincsen hely a kőkockáknak, mert miért lenne? Itt mit építesz ilyen lelkesen? Ja, egy ilyen kockát. Legyen úgy. Azzal semmi bajunk. Ha kockákat épít, az belefér. Az alapvetően belefér. Éjszaka nem annyira veszélyes.
Igazából azt sem tudom, hogy honnan tudjuk, hogy napfogyatkozás van éjszaka. Hiszen akkor a bolygó túlfelén van a nap. Na mindegy. Oké, technikailag napfogyatkozás van, de ez az éjszaka kellős közepén nem nagyon befolyásol semmit. Bár ugye ez egy speciális világ, ahol sok-sok óráig tarthatnak a napfogyatkozások valahogy. Hogy áll? Megkezdték a meggyőzését. Még elég messze van. Annyira nem vészes, de azért nem is közel. Technikailag próbálkozhatnánk, de annyira nem érdekes, hogy megtérítsük az egyébként célszerűtlen személyeket, vagy hogy mondjam, a nem érdekes csoportot. No. Aztán majd meglátjuk, hogy lesz, vagy hogy nem lesz. Meglepően lelkesen is gyakran jönnek. Mondjuk, nem azt mondom, hogy gyorsan, de elkezdték összerakni itt a bármi ezt takarítást, annak örülök. Gyorsabban, mint vártam volna. Jó, azt rakjuk előbb az építkezésnél valóban, hogy győzze meg a csatlakozásról. Olyan túl sok további emberke nem kell. Azt hiszem, hogy nagyjából ennyi. 6-3, tehát körülbelül egy pontot javít. Nem sok, hogy őszinte legyek. Na, dolgozzál ezen. Az a másik átjárót is megoldja. Légáteresztő csatornánkat egyúttal, ahol sőt még a vezetékeket is kezeli. Aztán azonnal megy kockázni, mert hát az kötelező. Jó, kicsit zizzentek, annak nem örülök, de így jártak. No, haladunk azzal a alapvető cuccokkal, és ha megoldódnak, akkor azért egy darabig abba lehet hagyni a piszkálódásukat. Itt megvan az öt, megvan, jó, hát akkor egy belátható ideig jók vagyunk. Jó, könyveket olvasnak, azon nem veszünk össze. Azonom szórakozás. Ó, nem is kicsit tempóban. Az úgy elég fincsi volt, ahogy tolták. Jó, semblereket is tudunk most már rajzolni. És hát akkor gyakorlatilag ez az utolsó, amit tudunk az alapból fejleszteni, mert ehhez kell a puska, ami még odév van. Jóval odév van. Idáig el kéne menni, amihez két olyant kéne kifejlesztenem, amihez nincsen meg az alap. Jó, a mikroelektronikához megvan az alap. Technikailag, az csak elektronikát igényel. Meglepő módon. Nem igényli a maradék részét. Pedig no, köd abban marad, az jó hír. Azt örömmel látjuk. Vezeték, az is halad. Ahogy, csak abban maradt,
majd egy napig tartott a napfogyatkozás. Na, az nem egy normális eset, ebbe azért megegyezhetünk. Hogy egy napig napfogyatkozással küzdünk. Az nem tartozik a normál esetek közé. Ezt a szobát viszont jó lenne, ha belátható időn belül megcsinálnátok. A Dália újabb kockát épít. Ez kezd nagyon nem oké lenni. Tudunk provokálni? Nem tud. Ezt viszont függetlenül tudnánk. Ahogy ehhez bioferritet kell feláldozni. Ja, rövidíthetjük a... hogy hívják ott életkorunkat. Hát... annyira ilyen eszelőségeket nem akarunk csinálni. Ha más nem, a fémet szállítsd be. Azt azért megejtheted, megejthetnéd. És akkor ez megint egy zárt szoba. Ami azért picit javít a ottani helyzeten. Kőkocka. Epic kőkocka. Még csak nem is ritka. Ó, és akkor már nem is megy pihenni. Valóban nem fáradt, ezt mondhatjuk, ami meglepő. Ha egyszer kihagyta az éjszakát, de mindegy, legyen úgy, nem baj az. 5. Haladunk, de nem száguldva. Azt azért nem mondhatjuk. No. Lassan-lassan megvagyunk itt a cuccokkal. Technikailag ez a két szoba megvan. Az ágy kéne. De hát az olyan, amilyen. Meg rengeteg minden egyéb is kéne. Ja, hogy ez marha nagy. Értem. Azért sokkal jobb, mert itt ezt még nem építette meg. Úgyhogy ezt az egész folyosót ennek a szobának tudja be. Ami azért úgy hirtelen nem olyan rossz. Hirtelen nem olyan rossz, még ha jónak nem mondanám továbbra se. Jó, akkor szerintem építsd meg ezt is. Nem oda akart menni, de mindegy. Azonban nem veszünk össze. Kajálni akar. Sőt, még az se, csak fölmarni egy kaját. Hát, legyen. Ez azért tényleg egy olyan, hogy oké, valóban ez kellett legjobban nekünk most, nem? Halad, halad. Halad azért. Nem sokat, de halad. Eleget ahhoz, hogy elfogadjuk. Szokásos újabb és újabb kockák. De hát amíg a sárdot nem kapjuk meg, addig ha akarom, se tudom ezt megszüntetni továbbra is. Azt nem tudom, hogy akarnám megszüntetni, mert berzerkerek lesznek a érintettek, és az nem annyira vicces. Mert jó, kellemetlen, hogy időnként bohóckodnak itt a kockákkal, de egy párat építettek. Néhányat. De tényleg csak néhányat. Nem is tudom, hogy mitől függ az egyik vagy a másik. Lehet, hogy az egyik meg a másik építő. Mert ugye Adália meg Smith is külön-külön rázizzent a kockára. Végül. Lady, te itt dolgozol vagy tanulmányozol? Azt hiszem követi a másikat tanulmányozási célra.
Ami nem nagy baj, hadd tanuljon. Úgy lett 5-ös növényzet használata, mindjárt 6-os, hogy nincs hozzá semmije. Oké, ott egy kis tárolót megépítettek, legyen. Az mindig jó. Na, az egyik napelem az lassan épülhet. Annak örülök. Mert most például mínuszos az energiatermelésünk. A majdnem üres nap, vagy szélerőművekkel. Most nyilván nem segít rajta a cucc. Úgy mindig folyton folyvás, de azért legalább esélyt kap. Ha napközben fel van egy kicsit töltve. Azzal legalább esélyt kap. Érdekes, hogy lehet-e annyi, hogy hívják ott rakni a naplámpa alá, hogy pozitív legyen. Valószínűleg nem. Kereskedő, méghozzá különleges, az még akár lehet, hogy rendelkezik majd nekem sárdokkal. Ki tudja, hogy mennyire egzotikus az az egzotikus kereskedő. Az vicces lenne, ha így kapnánk. Kinek milyen végtagpótlék kell? Egy új, mondjuk azért nem fogunk küzdeni. Egy szem, meg egy láb. Hát alapvetően. Igen, egy szem, meg egy láb kéne alapvetően. Meg esetleg egy másik, bár annyira nem kritikus az. Ha nekik meg nem érdekes. Mert azt ugyanígy innen eshet a egzotikus kereskedők, azok akár implantátumokat is hordozhatnak. No, egy technológia, bioferrit nem benne. Hát az nem izgat, hogy őszinte legyek. Komponenst berakjuk. Fejlett komponenst berakjuk. Aztán majd meglátjuk. Medicin jöhet. Majd esetleg. Plastil esetleg. Attól függ, hogy mit tudunk eladni nekik. Egy stun. Az mondjuk jól jönne. Intellektuál nem érdekes, hogy őszinte legyek. Jó. Constructionből egy, nem ez az, ami nálam van. 160-as rekreáció, az nem. Crafting Social, annyira nem jó minőségű. Bioüzemanyag finomítás, azt hiszem az nincs meg. Nem, olyan könyveket nem veszünk. Ó, van egy láb. Koagulátor. A gulbogyókat el lehet adni, trombót el lehet adni, azt tárgyadjuk is el. Drill arm. Minimális hátránya van. És jelentősen megdobja a bányászatot, de mondjuk annyira nem ragaszkodom érte, hogy őszinte legyek. 1700-at ér a tévé, amit szereztünk a múltkor. Jó, technikailag meg tudnánk venni ezt most mind. Kérdés, hogy akarom-e. Annyira az advanced komponens most nem kell.
Igazából ez se annyira kritikus. Ugró cucc az nem érdekel. Még ha valami izgalmasabb lenne, akkor esetleg. Jó, azt hiszem ezeket vesszük meg. Jó, ki a jobb pszionistánk? Painblock. Azt hiszem Adália veszi meg ezt a stunt. A lábat meg egyértelműen Scorch kapja, az nem is vitás. Úgyhogy erre való tekintettel kap hozzáférést a legjobb cucchoz. A bal lábára, ugye? Igen. A jobba is lehetne, de az nem annyira kritikus, na. Oké, a többit meg előbb-utóbb majd elviszik oda, ahova kell. És a bioüzemanyagot azt valóban még nem is kezdtük meg. Nem kritikus, de hát ha egyszerűen olvasgatás keretében ne cipeld, hanem tanuld meg. Jó. 3 másodpercig 12 hit 1%-ért. Nem azt mondom, hogy gigantikus, de ha kell, akkor van. Ő megy pihenni a helyére. Jó, ki a második legjobb orvosunk? Az Isis. Oké. Asztal nélkül evett, úgyhogy ezért orvoslás helyett meghibban. Nyilván. Akkor Smith, megnyerted magadnak ezt a lehetőséget. Jó, kicsit kockázol, utána meglátjuk. Remek. Remélem valamelyik hozzá nem értő nem kezd be. Oké, lehet majd idézni új emberkét, bár amíg a Scorch föl nem épül, addig nem fogok erőlködni ezen. Mert addig nem biztos, hogy jól áll. Jön hozzá a kiváló gyógyszert. Nagyjából minden rendben van. Ennél jobb esélyünk nem lesz. Hát ha elszúrta. Azzal sokat nem tudok tenni. Adália, az mondjuk jó. Scorch, vagy a Smith lett volna kellemetlen. Ha itt műtét közben abba hagyja magát. És akkor úgy látom, sikerült. Remek! Na, és akkor ez nem is, hogy negatív, hanem pozitív. Jó, a szem az így járt. Azzal nem tudok mit tenni. De hát minden nem járhatott sikerrel. Maker... 3. Lassan ő is érkezik. Lassan ő is érkezik. Oké. Hát, majd előbb-utóbb építünk itt még ágyakat, meg szobákat. Valószínűleg kell. Vagy igazából kéne egy rendes barakkot a vendégeknek, és akkor legalább ezt a 3-at visszanyernénk. Ezt a 3 szobát.
mindegy kettőt kap, most már oda nem vagyunk, annyira nem vagyunk. Jó. Azt hiszem ez így. Lesz jó. Oké. Ezt meg ennyivel kiegészítjük, hogy mindegyik kap egyet-egyet. Meg akkor szerintem még egy minimális asztalt akár bedobhatnánk. Abba a börtönbe. Hogy egy kicsit jobban álljon. Ja. És akkor ketten tudnak étkezni asztalnál a továbbiakban majd. Persze ez nagy része soha napján fog elkészülni, mert ez mind-mind-mind fát igényelne, amim nincs, mint tudjuk. Na igen, ott a tönköket nem vágtuk ki, hát mindegy, akkor ezen most már nem veszünk össze. Kicsit zizis, meg ízis problémás. Addig nem kezdünk bele akkor a... nem kezdünk? Dehogy nem. Különösebben nem veszünk ezen már össze. Az egy sárdot igényelne, hát akkor felejtsük el. Jó. Ki a legjobb? Ahogy még csak nem is lesz meg a teljes létszám. Na mindegy. Ezen már nem veszünk össze, és különös... Azt azért befejezhettük volna. 4 munka. Na mindegy, legyen így. Legyen így. Abban a reményben, hogy... kapunk majd, hogy hívják ott. sárdot valamelyikből. Ami itt jön. Oké, még mindig ki se dőlt, az nem egy rossz hír. Ó, abba hagyták a legeslegvégén, majdnem végigment. És utána a Lady problémázik, úgyhogy abba hagyták. Na, azért erre mondom azt, hogy menj a nagyon messzire játék, hogy... Oké. A 99%-on abba hagyjuk, mert... picit meleg van. Nincs is még heatstroke eseménye, tehát el se kezdődött a gondja. De meleg van, akkor nem szabad. Na, erre mondom azt, hogy ilyenkor szeretné a játék az, hogy véletlenül se használjuk többet, hogy felejtsük el, mert ez a aktívan a játékos ellen teszünk lépéseket. Amikor nem mondok feladatot neki, hogy hülyeséget csináljon, akkor a legnagyobb hülyeséget gondolkodás nélkül megteszi. Amikor parancsba küldöm nekik, hogy csináljanak valamit, nem, most picit meleg van, akár kicsit verejtékezhet is a homlokunk, úgyhogy nem vagyunk hajlandóak csinálni. Na hát mindegy, a játék nem véletlenül az asztal nélkül evett.
címszó alatt fut, amiért utána egymásnak esznek és kiirtják egymást. Nem véletlen. Meglepően sok. Ó, behoz Gorhulk, az jó, mert abból elképzelhető, hogy lesz Shard. Persze cserébe elég veszélyesek, de hát ez van. Ha jól emlékszem, vannak, jó, Isis kijött az üzenetből, az mondjuk jó hír, bőven vannak. Tehát ide mondjuk kettőt behívhatunk, és akkor egy újabb ilyen bioferrit az jöhet is. Igazából egy picit még aludhatnak. Nem sokat. Egy picit még hagyjuk. Eddig. Rileynak továbbra sincs, meg ő még nagyon kicsi gyerek. Ladynek se jó, hogy harctéren van, de... Na most mit kezdjek vele? Oké, mondjuk így. Mondjuk így. Ó, hárman is. Kettőt láttam csak. Oké, egy eldőlt. Majd kiderül, hogy akarok-e fogni ezekből. Másik is eldőlt, ha jól látom. Ez jó kérdés. Mert ha megöljük őket, akkor nagyobb eséllyel jön a cucc belőle. Úgyhogy szerintem most kivégezzük őket. Bármennyire is, nem feltétlenül ez a legjobb lépés. Oké, nem jött. Nem kaptam sárdat. Azt hiszem most sem kaptam, remek. Oké. Hát úgy látom, a játék tényleg vicceskedni akar. Jól emlékszem, földolgozzuk, igen. Bár abból nem hiszem, hogy kapunk sárdot. Hát ennél jobb opcióm nem volt arra, hogy kapjak lehetőséget erre. 3-ból 0. Akkor jobb lett volna elfogni őket. De ezt most tudjuk csak már. Hát annyira nem. De egyébként, mert sokkal több bioferritet hoznak. Mint a mostaniak. Tehát kis túlzással egyedül többet hoznának. Igen, ő 3-at hoz. Ez meg... szinte semmit. Fene tudja, 1,6-ot ír. Akkor azért annyira nem vészes. Akkor azok is bőven hoznak. De nem segít rajtam, mert a hullából se kapunk. Ja, hogy melyik hova viszi? Érdekes. Egyik feldolgozza, másik nem.
Oké. Menj, dolgozd fel, azzal előrébb vagyok. Ez a gyanús hús értékesebb, meg... Hát a bőr azt nem azt mondom, hogy értékes. Kapnak egyébként ebből az üzenetet? Nem. Ó, elmegy a másikért is. Akkor egyébként például annyit meg lehet tenni, hogy... Az entitásokat nem hozzuk be ide. Olyat lehetne, hogy a már otthadókat behozzuk. Azt mondjuk hozzá lehetne tenni. Hogy ide kritikus clear-ról ide jöhet az összes entitás, ami nem friss. Mert ugye a frisseket akarjuk feldolgozni fává, vagy hogy mondjam. Kocka, jó, nem érdekel. Jó, azt azért bányásszuk ki azt a fát. Ott elég sokat találtunk. Meg mondjuk ezt is. Hát azt hiszem ezzel előrébb vagyunk egy kicsit, egy adag fát kiszedhetünk. Van elég fa feladatunk az építkezésekbe. És mivel a cipekedők rendszeresen teszik a dolgukat, azért előbb-utóbb haladunk végre. Majd iszol sört utána. Most azért székeket vigyél a helyére. Ó. Értem, tehát akart volna sört inni, pedig nem szabad neki. És utána sírt volna, hogy miért ivott sört. Miközben ezt magától találta ki. Ó, még ilyet is hozunk. Ó, sima normál támadás. Így, az kezd sok lenni. Ó, annyira nem vészes, amivel. Azonnal támadnak. Mennyi ide? Konstantin, te cipekedsz. Jó, próbáljuk úgy, hogy Lady az ne rossz helyen legyen. Majd Konstantint megvigyeljük, hogy utána hova akar menni. Jobb bőrcipel, az mehet. Cipeld azt, és utána úgyis már itt van a támadás. Hát egy kicsit minőségibb lehetne az akció. De inkább nem. Easy-t mennyire verik meg? Eléggé.
Jó, eldől, de az még nem olyan vészes. Ezt most Adáliát kezdik el gyepálni cserébe. Miért ide menekülsz? Oké. Andraft. Vedd köztes le, utána elmehet. Ha el tud kúszni, akkor elmehet. Azzal megjutalmazzuk. Jó, Lady, te akár meg is mentheted Isist. Tudom, egy furcsa koncepció lenne. Jó, őket meg már nem piszkáltuk. Jó. Ha meghal, meghal. Azon nem vitatkozunk, miután nem lehet összeszedni. Ezért nem különösebben érdekel. Én nyilván megmenthetnénk. De azért valahol véget ért a jó indulatom. Valahol véget ér. Adáliát ellátták, a másikat nem, de mondjuk neki nem annyira kritikus. Az belefér. Csak nem jó. Kis pszichotea. Legyen. Ha nem drogozzák túl vele magukat, akkor nem zavar senkit. Csak nem ideális. De most nem fogunk ezen összeveszni. Jó, Adália relatív olcsón megúszta. Isis az most egy jó ideig pihen. Fej meg minden. Rendesen. Igencsak. Meg lett verve. Na mindegy. Ha ellátják, az talán segít. Jó, Adália többet nem. Tejjel, legyen így. Hogy... így mondjuk. Ezen nem veszünk össze. Hogy az hogy alakul. Ó, Lady fogja megtéríteni a emberkénket. Vagy nem, mert egyébként rendkívül... De! Ő győzte meg! Oké. Kit küldjünk a vérengző őrültke megtérítésére? A 10 éves gyereket. Aha, az tényleg jó ötlet. 5-ösrel mehet. Azzal mehet. Jó, kiváló állatgondozó. 4-es. Az nem kritikus, de azzal azért mehet. Ez jó kérdés. Fene tudja. Mondjuk így. Ezeket meg kettőkre. Bár igazából most már bőven több kutatónk van, mint kéne. De talán az a jobb eset. Talán az a jobbik eset. Azzal járunk mindannyian jobban. Kezd fogyni a Camfuel. Annak nem örülök. De hát így jártam. Jó, végre szállítják a hullákat. Meg mennek a fákért.
Oké. Egy kis Go Frenzy, nem fog ártani senkinek. Nem kritikus, de nem árt. Ha van. Ó, helyes. Vissza is viszi. Remek. Ez a cucc halad. Annyival bejebb vagyunk. Az abszolút jól fog jönni. Megvan még ez is. Remek. Kezdünk tényleg jól állni. Lassan befér egy-két további fogyasztó. Kockák. Szerintem ez esetben viszont akkor az egyiket kikapcsoljuk. De igazából csak ne töltsétek föl. Az bőven elég. És akkor ismét elkezdünk fel. Sőt, azt hiszem a másikat is átrakjuk ilyen ne töltsétek föl. Főleg akkor olyan nagyon messze nem leszünk szerintem ezektől se. Még egy befér ide. Azt hiszem, mennyi komponensünk van? 55, jó, csak áthozták ide. Na, legyen. Szeretik fölpakolni a hogy cuccokra mindenféle akármit. Ó, kezdünk túl sok kajával bírni. Az nem egy olyan rossz opció. Az azért egy elviselhető helyzet, csak akkor annyit tegyünk meg. Valami van ott. Oké. Mondjuk így. Azt hiszem egyébként ilyen kocka van ott, amit valamikor megépített az egyik eszelős. Na mindegy, akkor kijelölünk majd további ilyen polcokat soha napjára. Oké, ide akarunk úgyis majd további ilyen bogyókat. Azt azért dobjuk be, majd ide valamit egyszer behúzunk. Hát szerintem akkor legyünk meg. Egy ilyen homokkőpadló. A folyosóra. Kérdés, hogy ezzel a szobával esetleg itt akarok valamit. Nem. Ennek innen kéne lennie. Az meg nem különösebben vonz most. Mindegy, annyira nem is kritikus. Itt van még kettő. Egy továbbit azt hiszem be lehet rakni ide. Ha akarunk. Annak látom is az értelmét. Egyet-kettőt még ide a nem rendes földre is be lehet húzni még. És akkor az bőven-bőven elég. Meg előbb-utóbb az itteni geotermikus az meg lesz a gejziren. Már előbb-utóbb azért az nagyon messze van. Azt ne csináljunk úgy, mintha nem lenne nagyon messze. De majd egyszer meg lesz, na.
Akarunk-e? Különösebben nem. Még ide lehetne akkor építeni egy másik ilyen tudományos asztalt. Feltéve, ha ezt el tudnám bontani. Ó, támadással lehet elbontani csak. Remek. Az tök jó hír. Nem jutott túl messze az áldozatunk. Olyan sokáig nem jutott. Hogy áll? Még két nap. Hát az nagyon messze van így. Ahogy ide jutott némi fa. Nem sok, de van valamennyi. Makernek azt hiszem nincs szobája. Úgyhogy annyit lehetne tenni, hogy az egyiket azért azt kijelöljük építésre. Meg ezt a sok-sok tönköt is, azért az elég értékes alapanyag, hogy ne dobáljuk csak úgy el. Fa, az még akár meg is lehet. És Scorch elég jó építész. Jó. Egy normál lett. Lehetett volna jobb. Maradjunk ennyiben. Lehetett volna jobb. De Maker már fut is az ágyáért. Nem. Építi a saját cuccát. De azt is magának építi. Az is saját célra készül. Úgyhogy azzal sincs nagy baj. Fák. Itt is, ott is, amott is. Food binge. Oké. A szokásos, hogy... Ó, drogot ettem, mert magadtól drogot akartál enni, és utána felháborodt. De mindegy, ezen már nem veszünk össze. Így sikerült. Egy kis padló, egy kis inhibitor, majd előbb-utóbb. Ha... Ahogy már ide hozzák a... Ó, még a húst is. Na, az nem jó hír. Az nagyon nem jó hír. Semlerek. Mennyire nagyon sok. 6. Azt szerintem legközelebbre elrakjuk ezt a problémát. Megnézzük, mert ha el tudunk bánni velük, akkor nem olyan vészes. És azt hiszem abból is tud esni sár, csak nagyon kicsi esélye. Már ennyi, innen folytatjuk.